Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy ugye tegnap például az éppen beszélő irodalomtörténész és író, akit kérdezgettünk mindenféléről, ő ugye egy egészen más múlttal érkezett az irodalmi pályára, te viszont a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában érettségiztél, utána pedig a Zeneakadémiára jártál, ráadásul karvezetést tanultál, és én azt hiszem, ezt még sose kérdeztem meg tőled, hogy tulajdonképpen mit csinál az ember, amikor karvezetést tanul évekig, meg egyáltalán hogyan alakult ez a pálya részed? Hát ami egyszerűbb a karvezetés, az a kórusnak a vezetése. Tehát nem tartalmazza a zenekarvezetés dirigálás, hanem kifejezetten kórus vezetésre képződnek ki, akik karvezetést tanulnak. És hát úgy jött egyébként, hogy én igazából vezényelni akartam, hogy valami, de valószínűleg magában a zenére való reakcióként, magában a mozgásban láttam egy olyan lehetőséget, ami engem kisgyerekként nagyon felvillanyozott, meg hát vannak is zenészek a családban, tehát nyilván számít az, hogy van valamilyen előkép, de ráadásul aztán ez szépen kiderült, hogy ezt én teljesen tévesen gondolom, és ma éppen azokat a karmestereket és karvezetőket nagyon nem szeretem, akik ezt csinálják, tehát hogy ilyen valamilyen fizikai önkifejezésnek használják ezeknek az együtteseknek az irányítását. Tehát, de a gyerekkori gyökere ennek ez, hogy nagyon-nagyon kötődtem a zenéhez, mindenképp akartam valami, tehát az biztos volt, hogy zenével szeretnék foglalkozni. És akkor ez olyan nagyon, nagyon izgalmasnak tűnt. És akkor szép fokozatosan először gondoltam, hogy hát karmester nem leszek. Nyilván benne van az, hogy hát nő, az aztán nem dirigáljon zenekart, és hogy nem tudtam magam elképzelni, hogy ezzel így annyira szembe menjek. Ilyen szinte automatikusan leépült ez az elképzelés. Meg lehet számolni mondjuk két kezünkön, hogyha női? Igen, de van, vagyogatnak egyébként már. A karmesterséggel más bajok is vannak, mindegy, szóval ez bonyolult, meg ez az egész zenei ipar furán működik, és néha azt gondolom, hogy tényleg jobb ebben nem részt venni, meg mindegy. De a lényege az, hogy én, hogy bármit is gondoljak arról, hogy ki alkalmas zenekar vezetésre, hogy azt az utat én nem láttam, hogy ilyen forradalmárként ezzel szembe menjek, szóval annál, vagy nem tudom, én a csendesebb forradalmakat szeretem, meg így valahogy nem alkatilag ez nem. És akkor aztán lehet belőle karvezetés, és az meg hát az egyetemek részben erre is valók, hogy így rájön az ember, hogy mit nem akar csinálni, és akkor az már ott történt, így az első pár évben, hogy én biztos voltam benne, hogy én kórust vezetni biztosan nem fogok. Ugye kaptam viszont egy tanári diplomát is, ez emellé, és azt viszont ugye használom. Hát én egy hivatalosan egy szolfézs és zeneelmélet tanár vagyok, akik középfokon szoktak tanítani, vagy felsőfokon zenésznek készülő, tehát ez már szakképzésnek minősül. Végül is visszamentél az iskolába. És akkor tulajdonképpen én az egykori középiskolában tanítok. Most már több mint 20 éve. És szereted, ha lehet ilyen nagyon egyszerű kérdést föltenni? Hát eltartott egy ideig, míg örömmet tudtam benne találni. Nagyon nehéz, szóval bizonyára vannak itt tanári tapasztalatok. Szóval az első pár év tanárként azért az nem jó.
Szóval egyrészt rengeteget kell készülni, és újra, amit egyszer már valahogyan tudtál, azt állandóan át kell fogalmazni, és meg kell, hogy forduljak, hogy el tudjam mondani azt is, ami esetleg a kis ujjamban volt, hogy de hogy az miért is van úgy, vagy ez tulajdonképpen micsoda. És minden órára készülni kell, mint a güzű. Tehát, hogy ott nincs rutin, semmi nincs. És ez nehéz, meg hát, és nem is biztos, hogy aztán jól működik, amit kitalálsz, úgyhogy az nem volt jó. Tehát így szép fokozatos. Meg abban biztos voltam, hogy én a konzis korosztályt szeretem, biztos, hogy nem szeretnék, lásd csendes forradalmak, biztos, hogy nem szeretnék gimnáziumba tanítani teljesen érdektelen közegben, hogy az nem... Szóval tényleg nem az én világom, hogy folytonosan, na bár a konziba is végül is valami is ilyesmit csinál, de azért mások az arányok. Szóval, mert hogy ez nem kedvence a leendő zenészeknek sem. Illetve hozzáteszem, hogy ez a két tárgy, hát mint mindenben azt szoktuk szeretni, amiben ügyesek vagyunk, ilyen elvtelenül működik ez a dolog, és azt még nem szoktuk szeretni, amiben kudarcaink vannak. És azért azért, aki ügyesebb, aznak nincs problémája. De a szolfés muszáj, akkor nem lehet megúszni. Nem? Hát nem. Nem, hivatalosan nem lehet megúszni. Tehát, mert ugye ez egy ilyen, tehát ott a zenei, a nem hangszer specifikus zenei képességeket gyakoroltatjuk és fejlesztjük, szóval az egy, tehát tulajdonképpen kottától, például a szolfés az ilyen kottaolvasási és hallási gyakorlatoknak a végtelen sorozata. Na, szóval, hogy szóval ebben biztos voltam, hogy én hogy ezt a korosztályt szeretném, meg hogy azért ilyen hittérítői szerepbe azért mégse legyek, tényleg. Meg hát ezt ismerem, tehát lehet, hogyha gimnáziumba jártam volna, akkor baromira élvezném ugyanazt csinálni, de én ilyen iskolatípusba jártam, ez nagyon gyakran van így. Szerintem egy általános gimnáziumban horror lehet egy ilyen. De vannak kollégáim, akik ezt pont imádják, hogy amatőrökkel valami csodát csinálni, és akkor valaki ebbe tényleg ügyes. És akkor nem az van, hogy mondtam, zeneszerző életrajzokat bifráznak, hanem tényleg valami élményszerűséghez is eljutnak. Szóval van, nem, ezt nem lehet így kijelenteni. Nem, én viszont ezt nem. És nem akkor, bírnám. Hogy jött az írás, mert nyilván várható volt, hogy ez lesz a következő kérdésem, de óriási. Hogy tényleg valahogy olyan érdekes az, hogy nyilván látni a szövegeidben folyamatosan előkerül a zene, az szerintem, aki ismeri a novelláidat, hol megszólal a zene konkrétan, hogy na most akkor egy kis Schumann, hol így, hol úgy, de tényleg, hogy mikor érkezett meg az, hogy az írás felé indulj. Hát ugye, én nekem ez egy nagyon párhuzamos két dolog volt, az irodalom meg a zene. Csak ugye a zenei képességekkel az a helyzet, hogy ha valakin látszik, és mondjuk van is a családban, aki észrevegye, hogy tehetséges, hogy vannak képességei a zenei téren, akkor az szinte törvényszerű, hogy ott fog kikötni, és ez hamar látszik. Tehát az szemben az irodalmi úgynevezett képességekkel, amik nincsenek is, mert olvasási kedv van, meg olvasási képességek, meg szóval, hogy abból semmit nem... Tehát attól, hogy valaki bújja a könyvet 6 évesen is, az abból semmit nem lehet mondani arra nézve, hogy ő... És hál' Istennek nincs is emögött egy ilyen képzési rendszer, hogy akkor benyomják a sokat olvasó gyereket valami íróiskolába. Míg a zenészt, hogyha aki jól visszaénekel dolgokat, meg még úgy látszik, hogy élvezi is, akkor azt nyomják, viszik rögtön a zeneiskolába. Nagyon helyesen egyébként, de ez egy más
dolog, és azért úgy fest, hogy aki írni későn kezd, az attól nem marad le olyan dolgokról, mint egy zenész, akit nem képeztet, egy zeneinek tehetséges, akit nem képeztetnek mondjuk 14 éves korig, amit egyébként konzis tanárként elég gyakran látok, hogy tehetséges emberek nagyon későn kerülnek ilyen zene közelbe, vagy hangszer közelbe. Szóval, hogy ebből nem következik semmi, hogy egy gyermek sokat olvas. Hát és én azért közben sokat olvastam, csak aztán olyan konzis korom tájékán már írogattam is hülyeségeket, meg verseket. Milyen hülyeségeket is meg lehet kérdezni? Nem tudom, arra emlékszem, hogy volt valami ilyen álmitológia, valahogy az érdekelt, hogy valamit így kitálni, ilyen vallásnak a mítosz világát. Egy fantasy-szerű. De nem jutottam semmi. Hát igen, de hogy valahogy az járt az eszembe, hogy mint a Robert Gravesnek a nem tudom, hogy is akkor fölügy, és akkor azt úgy, azt honnan jött, és még hivatkozások is lehetnének ilyen áltudományosan, szóval hogy valami ilyesmi. De nem írtam belőle sokat, csak arra az így megmaradt, hogy ez úgy foglalkoztatott. Meg ilyen mint stílus. És hát nem stílusgyakorlat, mert nem az, milyen marhaság volt a Kathleen Ferrier nevű énekes nevében írtam levelet, meg lengult, meg ilyen ilyeneket. Meg hát az egy nagyon fontos pillanat volt, hogy lett írógépünk, és akkor a dolognak ez a fizikai része, hogy betűket lehet gyártani, az nagyon érdekelt, és akkor nem a saját írásaim. Azt hiszem, ezeket a leveleket is egyébként géppel leírtam, de azért alapvetően nem a saját próbálkozásaimat gépeltem, hanem a Thomas Mannnak a egyik elbeszélését. És nem tudom, hogy ez miért, pedig ezért viszonylag idős volt. Mit csoda irodalmi gesztus? Valahogy 15-6 éves, az úgy lekötött, hogy én azt ott gépelem, és az jön ki. Nem tudom. Ez nagyon szép, szerintem. És ha már így... Bocsánat, de közben tényleg, tehát, hogy... Menjünk még tovább ezen az úton mégis, és aztán majd visszatérek egy pontra, ami nagyon érdekelne, hogy ez akkor a száj, nem szájpróbálgatás, nem, ez még az asztalfiók, vagy hogy mondják, időszaka. Bábpróbálgatás. Köszönöm, nagyon jó. És akkor hogyan mentél tovább? Tehát hogyan történt meg az, hogy 2011-re ebből egy tudatos történet lett, egy első kötet, szeretném jelezni, hogy egy nagy irodalom történeti pillanatot találtunk ki a konyhában, amikor Edina és a tanár úr egymás mellett ült, és rájöttem, hogy mind a kettőknek 2010-ben jelent meg az első könyve, és én ebből most már ütöttem, hogy egy ilyen generációs történetet fogok reálni, ez volt a zárójel és a vicc, de hogy hogyan történt ez meg? Hát, hogy nem múlt el ez a mániám, hogy írni kell. Prózákat azért úgy rendesen. Tehát azért nem nagyon írtam 23-4 éves koromig. Volt, olyan volt, hogy lemezkritikákat írtam, ez nagyon titkos, úgyhogy ezt majd törölni kell a felvételre. És úgy valahova, tehát igen, egy konkrét újsághoz, vagy mit igen, tudom. Igen. És nagyon izgalmas. És akkor azt aztán kezdtem nagyon nem szeretni, mert ugye éreztem, hogy én azt írom, ami úgy jól hangzik, és úgy deformáltam picit a... Szóval hogy azt megéreztem, hogy a nyelv, tehát én fikciósan állok a nyelvhez, valamint ugye arról már sokszor beszéltem, hogy én nagyon mániákus naplóíró voltam, és ott teljesen tudatosan a napi heti történésekből
gyártottam valami, nem fikciót, de hát hazudoztam. Tehát, és ott tényleg ott tudatosan az volt, hogy valamit a nyelvvel ott csinálni kell, és meg kell nézni, hogy az, ami történik az emberrel, abból mit lehet nyelvé tenni, hogyan lehet azt megfogalmazni. Úgy, hogy annak értelme legyen a papíron. Mert attól, hogy az megtörténik, attól az nem, annak nem biztos, hogy van értelme. És akkor már egyértelmű volt, hogy a nyelvvel nekem ez az utam, és nem az, hogy ilyen nagyon nemes tárgyi szenvedéllyel én kössem magam ahhoz, hogy mi van. És szóval így nem jó az érdemes kritikát írni, és akkor volt valami átalakulása annál a lapnál, és az akkor jó volt, hogy ürügyként felhasználtam, hogy én ezt abba hagyom. Szóval ilyenek voltak, és akkor nem hagyott ez a dolog engem nyugodni, hogy indik, de hát ez nagyon kinkeserves időszak volt. Szóval igen, tehát ez egy hosszú. Ez nagyon-nagyon időszak. És én is teljesen, tehát az én terméketlenségem úgy jelentkezett, hogy befejezni nem tudtam a dolgokat, tehát hogy mint más kezdőíróknak tere van a fiókja rossz, de befejezett egészekkel. Nekem tényleg nem, hogy valami olyan, szóval nem bírtam megírni se azt, ami rossznak tűnt. És ebből gyártani állandóan, folyamatosan, és állandóan írtam mégis, szóval, hogy ez így rettenetes érzés. Azért úgy rombolja az ember önérzetét, csak az nem világos, hogy de akkor miért nem hagytam abba, hogy ez... Tényleg, tehát hogy ez az állapot, amire azt mondaná, nem tudom, egy szakember, hogy de hát ne tedd magad tönkre, hát ezt hagyd abba, hát akkor nem kell ezután loholni, vagy nem tudom, szóval... ez nem tudom miért. És mi volt az a pillanat, amikor ez átbillant? Gondolom nem egy pillanat volt, de... De majdnem, hogy egy pillanat volt, mert egyszer csak volt egy olyan mondani való, ami egyébként nem szokott lenni, de akkor nagyon... Tehát úgy értem, hogy szóval nem úgy ülök rá általában írni, hogy én... Szóval ugye az egy ilyen körvonalazott dolog, hogy mit akarok papírra vetni, és akkor az első befejezett írás, ott nagyon nagy segítség volt, hogy hirtelen az mutatta meg, hogy meddig tart egy írás, hogy halad előre az ember, hogy néz hátra, hogy javít, meg ezek. És akkor nekem még az sem volt világos, hogy az rövid próza lesz. Ugye teljesen átmosott az olvasói tapasztalat, hogy főképpen regényeket olvastam. Tehát én egyáltalán nem álltam jól a rövid prózával. De az az igazság, hogy a magyar irodalommal se, szóval nagyon furán nem tudta bevenni a... Nem a gyomrom, nem kötött le a, egyrészt a magyar irodalom, másrészt azon belül is a kortársak, hogy nagyon-nagyon nehezen láttam meg abban, hogy mit olvasunk. Tényleg, én nem... És amit olvastál? Hát külföldieket, régieket, ha magyar, akkor Móricz. Uh-huh. Az emlékiratok könyve, az kivételesen ütött ezen a furcsa falon, de nem sok minden, szóval tényleg. És olyan, és egyébként nyilván nem véletlen egybeesés, hogy körülbelül akkor kezdtem el tudni írni, amikor megjelent az olvasói horizontomon a kortárs irodalom, meg a magyar, szóval így fog párhuzamosan. És arra emlékszel? Persze, én iskolában sok mindent olvastam, azért nem voltam egy különösebb erenitens ember, de valahogy nem, tényleg nem, a klasszikus magyar senki nem kötött le, és akkor az első ilyen szerző a Kosztolányi volt, és kortársa körül az Eszterházi, meg a régi magyar szövegek.
Szóval valahogy ez volt az a cserédlépcső, amin bekúszott ez a magyar kortárs irodalom. A régi magyar szövegekben az volt nagyon érdekes, hogy egy olyan idegen nyelv, amit értesz. És ez valahogy azóta is egyébként íróként egy fontos ilyen törekvésem, hogy az ne az én nyelvem legyen, de egy olyan idegen nyelv, amit értek és valamiért beszélek, vagy de hogy az nem az én személyes nyelvem. És na, visszatérve, hogy ez biztos nem véletlen egybeesés, hogy akkor kezdtem el így igazán olvasni és értékelni tudni. Tehát hirtelen megláttam, hogy mi az, hogy egy szöveget magyarul írtak, mi az, hogy valami mai irodalom. És ugye itt sok pályakezdő van, megtörténik az átlépés, elkezdesz írni, tegyük fel, úgy is érzed, hogy jó, akkor ez most már jobban megy. Tehát azért mégis egy elég jó és elég gyorsan, sikeres kötet készült itt el. Hogyan történt ez? Elkezdted küldözgetni, akkor te is kiadókhoz, mint mindenki más, vagy valami más út volt? Hát lapoknak, folyóiratoknak. Amit így, tulajdonképpen nem is olvastam én, hiszen folyóiratokat, akkor az anyám olvasott, és akkor az, hogyha ő olvasott, akkor azok a jók. Úgyhogy hát akkor a Jelenkornak és a Holminak én szépen elküldtem, ami például ezt az első írást is. És akkor végülis a Jelenkor azt közölte is hosszú gondolkodás után. Meg a Holmi is egy másikat, szóval a Holmi egyébként azt, amit a Jelenkor közölt, azt visszautasította, amit egy férfi néven küldtem be, mert érdekelt, hogy meg lehet mondani ez a Pirus Communis nevű írás, a körtefás írás, és ugye hát ez is azóta is érdekel, hogy hogyan olvasódik valami, ami fölött nem egy női név van, és ahol ez így nincs tisztázva, hogy ki az, aki beszél. De sajnos nem derült ki a kísérlet, mert elutasították, Závada utasította el. Én úgy erőt merítettem egyébként a leveléből, mert azért ő úgy, szóval mintha mondott volna olyasmiket, amiben így bele lehet akaszkodni, azért nem teljesen érdektelen ez, de hogy mindegy, szóval. De vannak szerkesztők, akik tudnak olyan elutasító leveleket írni, hogy nem megy el a kedvet tőle. És ez egy ilyen levél volt. Aztán ezt a kísérletet elvetettem, és a Jelenkornak már nem álnéven ment. Ez így nem derült ki. És akkor ők szeretettel fogadták? Hát nagy bizonytalanságokkal, hát most itt van egy, ki tudja kicsoda, most egy valamit ír. Hát ez, ahogy ez lenni szokott ilyen folyóiratoknál. És akkor én továbbra, én úgy, ha valami elkészült, akkor is azért nem, szóval nem szakadt át egy gát, tehát nagyon lassan, az első kötetnek az írásai nagyon lassan születtek. És úgy nem, én nem gondoltam, hogy ezzel most, szóval az olyan távoli dolognak tűnt, hogy majd egy kötet. A Rész Pál izélgetett, hogy hívjam föl, ha nem mertem fölhívni, akkor fölhívott, és akkor mondta, hogy a kötet mikor lesz, és minden alkalommal elmondta, hogy meg hát ő egy ilyen ember volt, hogy akkor még hívott magához, akkor is mindig elmondta, hogy kötet, meg plegykálkodott, és akkor így, nem tudom. És szóval volt egy ilyen enyhe nyomás, hogy ezzel kell kezdeni, és mindenképp említeni kell a Reményi József Tamásnak
a bábáskodását, hogy ő ott a Palatinusnál kibulizta, hogy legyen egy olyan antológia, ahol kötetnél nem rendelkező prózaírókat közölnek, és akkor ő egyrészt oda beválogatta valamelyik írásomat, másrészt közülünk abból a társaságból kettőnknek felajánlott kötet megjelenést a Palatinusnál. Szóval, hogy ő erre nagyon azért ilyen ritkán van. És akkor így lett a Palatinusnál két kötetem is, aztán náluk maradt. Aztán ők abba hagyták ezt, úgyhogy már hogy a kiadó kortárs irodalommal nem foglalkozott tovább. Hát így indult. De ugye amennyire, tehát tényleg a kötet gondolata nem foglalkoztatott. Ez egy teljesen külső, vagy tudtam úgy csinálni, mintha nem érdekelne, már magam előtt, tehát hogy én tényleg csak azzal a novellával foglalkoztam, amit épp írtam. És ebben azért van terméke, szóval van haszna, hogy nem, ha a rövid prózaíró vagy, hogy nem helyezed el valami nagyobb. Nincs kötetkényszered mondhatni. De már van. Most már van. Ez változott azóta. Nem, kényszerem nincs, de ami változás, ami a különbség mondjuk az ige és a főnév között, tehát az írni és az író között, az körülbelül ez a különbség, hogy míg most már így ez van a fejemben, hogy egy író vagyok, ahhoz mégiscsak valahogyan hozzátartozik, hogy akkor írsz. És akkor könyveid jelennek meg. És azt hiszem, amikor, ez világos. És az elején, ha te csak írsz, akkor abból ez nem következik, szóval hogy nincs egy ilyen szorongás, hogy vajon ez a nyelvi bérlet, ez mennyi időre szól, vagy ez akár olyan is lehet, mint egy énekesnek, hogy elmegy a hangom, akkor mi van? És azért ebben van egy ilyen kicsit szorongató érzés, még akkor tényleg azt gondoltam, hogy minden novella, amit megírok, annak örülök, és kész. Biztos volt az a hátsó gondolat, nem azt mondom, ez valószínűleg így sikerült hátra tolni ezt a kötet gondolatot. És van egy, most már egy kicsit így rátérve arra, hogy tematikusan például mik jelennek meg nála, de mégis én úgy gondoltam, hogy mivel nem vagy feltétlenül az a kitárulkozó alkat, van is egy olyan aranyos szereplői mondat, amit ki is írtam, ami természetesen a szereplő, az elbeszélő nem ugyanaz, nem egyenlő a szerzővel, ezt tudjuk, de azért akkor is egy jó sor szerintem itt az új kötetből, a Mondatok a csodálkozásról című kötetről, ami 2021-ben jelent meg itt van, hogy azt mondja az egyik, hogy engem untatnak az életrajzok, az interjúk, a léha okoskodón is léha közszereplések. Egyrészt van egy... A másokéi, nem így van? Igen, a másokéi, de hogy így közben egy kicsit valahogy így le van vágva is a dolog. És szerintem, tehát hogy azt gondoltam, hogy megragadjuk az alkalmat, hogy én viszont kicsit kérdeznének arról, hogyha van kedved, hogy sokat nem tudni rólad. Azt hiszem, hogy a család például folyamatosan megjelenik a novellákban, meg most is beszéltél például, holmi jelenkor anyukád azt olvasta, és ezért, hogyha amennyire belefér, hogy egy kicsit mesélnél arról, hogy honnan jössz, mert szerintem ez nagyon izgalmas kérdés, hogy tegnap is, és tegnap előtt is, hogy sokat hozzátesz, azt hiszem, a szövegek világához mégis annak ellenére, nem nyilván nem egyértelműen, nem én elbeszélés szinte, nem erre gondolok, csak hogy mi az a közeg, talán ez a legjobban megfogható, ahonnan érkeztél. Uh-huh, uh-huh.
Hát ami szerintem így írólag, vagyis hát nem írólag, hanem az én életemre nagyon nagy hatással volt nyilván, de ami ebből irodalmilag is lehet, hogy látszik valami, az például, hogy az összenemélésnek a gyönyörű példái voltak a szüleim. És hát ott két olyan ember találkozott, aki a saját társadalmi osztályából így tól eltávolodott. Nem biztos, hogy a deklasszálódást mondanám, de a mert azt inkább lecsúszlásnak szoktuk érteni, de nyilván erről van szó. Tehát, hogy elvesztették a társadalmi közegüket mind a ketten a részben egyébként épp a házasságuknak is köszönhetően. És hogy ez például nekem egy ilyen fontos, több szempontból is fontos ilyen utalás, visszagondolás, hogy hát igen, szóval hogy az összenemélésnek ezek az esetei valamilyen módon azóta is foglalkoztatnak, és mondom, szerintem irodalmi, íróilag is lehet ennek valamilyen nyoma, de lehet, hogy csak belemagyarázom, mert hogyha ez annyira tudatos, ez, hogy nyilván nem úgy van ez, hogy ülök és hogy ezt nyelvileg nem sose próbálom meg, szóval ennek nincs egy ilyen metódusa, de csak így utólag okoskodom, hogy ennek le. Hát ugye az én édesanyám, ő egy keresztény úri középosztálynak a lecsúszott, már hogy nem csak ő csúszott, hanem már a szülei is csúsztak, ugye tipikus az én papámat, aki meg egy asztalos volt, egy színházban színészként ismerte meg. Tehát már ez önmagában szerintem, aki színházak működését belülről picit ismeri, az, hogy ez nagy botrány. Tehát, hogy a díszlet, akkor ráadásul nem is asztalosként dolgozott, hogy a színésznő összejöjjön a díszletmunkással, már hogy összeházasodjanak, szóval hogy az egy kemény dolog, ez alig ha elképzelhető ma is, már pedig ők ezt csinálták, és hát két család így találkozott az ő személyükben, és hát tulajdonképpen mind a ketten egy ilyen kimetszett egyedek lettek az életükben ezekből a családokból, és éppen ezért az én tudatomban egy ilyen furcsa osztályon kívüliség van, szóval nekem nincs egy ilyen definíció magamra, hogy én mi vagyok, vagy hova tartozom, egyáltalán közösségekhez tartozásom is többnyire nagyon bajos. És ez is nyilván ezzel összefügg. Ezt annyira szépen mondtad, ezt az összenemélést a szülők között, szerintem ezt sokan el tudjuk érezni, vagy nem tudom, mások nevében nem akarok beszélni, de és ráadásul nagyon működik, azt hiszem, a szövegekben, kicsit ilyen horrorisztikusan és fájón, de működik. A másik nekem, ami ilyen alap élmény mindig a szövegeidben, az iskolai, illetve nem is csak iskolai élmények, hanem inkább úgy mondanám, hogy a megaláztatás, az ilyen kínos szituációbeli élmények, és az iskolai élmény csak azért kapcsolom ide, mert van az új kötetben egy szöveg, a fekete karaktercipők, ahol valahogy így folyamatosan azt éreztem, hogy ezek az iskolai szereplések jönnek elő, tényleg az embernek már így feláll a hátán a szőr, mert pontosan emlékszik ezekre a szituációkra, ez a feszengés, ez a borzasztó kellemetlen, mindenkinek kínos a fellépőnek a szörnyű, egy erőszaktétel tulajdonképpen, és hogy nekem ez olyan érdekes, hogy most tanárként is akárhogy látsz erre rá, de hogy akár gyerekként is, mert nagyon sokszor előjön, azt hiszem. Hát nem tudom, én szerintem a gyerekkor az
az tudja, hogy persze majd megmondjátok, hogy de másnak nem ilyen volt a gyerekkora, meg nem ilyen gyerekek voltatok, vagy nem tudom, hogy van ez. De hogy én azt gondolom, hogy az a szép ebben, hogy a gyerek az úgy van összerakva, hogy ha őt nem alázzák meg, és nincsenek ilyen extra esetek, ő akkor is megalázódik. Szóval, hogy van valami képesség a gyerekekbe, hogy így éljék át a szituációkat. És hát persze más külsőleg is lehet ezt ingerelni. De hát, szóval nekem van egy ilyen élmény általában a gyerekekről, hogy ők a megszégyenülés állapotában vannak permanensen. Meg arról is, hogy a gyerekek egymással milyenek, vagy arról az én saját gyerekkoromból is vannak tapasztalataim. Én nekem például az iskola az elsősorban a gyerekek kegyetlenségéről szól, és nem a tanárokéről. Nyilván védem is magamat ezzel. Tehát amikor az iskolának ezt a megnyomorító képességét ecseteljük, akkor azért nekem mindig először ez jut eszembe, hogy azért Isten mentsen egy általános iskolai gyerekközösségtől. Az tényleg. És csak utána jön, hogy tényleg vannak egyszerűen tanárok, akik ehhez még hozzátesznek. Még egy kicsit hozzájárulnak ehhez. Ja, és hogy igen. Most tanárként, hát azért ez egy középiskolás korosztály, szóval ezt ilyen nagyon élesen én inkább általános iskolában látom. Meg talán nem merülök el annyira a konzis életben, hogyha ott ilyesmik vannak, nem tudom. Hát nehéz az élet, szóval hogy azért fennhatóban is nehéz, tehát hogy azt nem azt mondom, hogy nincsenek. De hogy ez a kisgyerekkori általános iskolai korosztály, ami úgy nagyon megmarad bennem, hogy ez ilyen. Szerintem is borzalmas közeg egyébként, de... Csak mi egy általános iskolába jártunk. Igen, némi tehát időeltolással. Kicsi, apró, személyes, igen, némi időeltolással egyáltalánosba jártuk, meg az Edinának, én az öcsével egy osztályba, és szeretünk beszélgetni ezekről a kegyetlenkedésekről. Néha szeretünk visszaemlékezni rájuk. És hozzáteszem, hogy az Oli is ugyanabban az általános iskolába járt, ha már, és lehet, hogy ti egy időben egyébként. Arra gondoltam, hogy legyen egy... És hát, ha vannak közös kegyetlenkedési élményeitek. Arra gondoltam, hogy az új kötetből tök jó lenne, hogyha van kedved, hogyha felolvasnál egy szöveget. Én kettő szövegből gondoltam, hogyha van kedved, válasz, de hogyha más szeretnél, akkor nyugodtan lehet mást is. Csak ezt úgy felhívnám a figyelmeteket erre a két szövegre, aki majd olvassa a kötetet, hogy van ez a lópánik, meg a mindenből kettő van. Illik is, hogy kettőt választottam ezek után, milyen jó, arra nem is gondoltam. És hogy szerintem ezek a szövegek egy kicsit mások. Nekem most ezek ilyen új Edina szövegélmények voltak, ha mondhatok ilyet. Kicsit a leltározás, a felsorolás szerű, ilyen ráolvasásos, akár egy kicsit olyan mantrázáshoz hasonlító szövegek. Egyrészt nagyon érdekelne, hogyha van ebből kedved felolvasni, de mondom a másnak most nyugodtan, de hogy hogyan keletkeztek ezek a szövegek, és hogyan íródtak, hogy te is érzed ezt a másságot, és akkor kérdezem, van-e kedved valamelyiket felolvasni? Ja, persze, de legyen a lópánik. Jó, oké. Akkor nyugodtan mindenki hátradőlhet, meséljön. Bocsánat, be vannak hajtók. Szóval a lópánik. Egy. Egy kisbéri félvérmén szétrúgja boxának ajtaját, mert az istálló deszkái közt szél fütyül. Félelme átterjed a tenyészet több másik rovára is. Kettő.
csókaszemű, kényes sportló, egy elhagyott szovjet laktanya drótkerítésébe akadva pánikba esik, csüggyét a rozsdás huzalok pártáig bevágják. Pályafutása idő előtt véget ér. 3. Fogatolásra használt fríz paripa megbokrosodik, mert gyakorlatlan hajtójának bőkabátja az erős ellenszélben felfúvódva rémületesen zizeg. 4. Egérfakó, hucul hátas, egy lovagolni kényszerített kisfiú könnyes kezének érintésétől megriad. Terhével a mezőtúri szennyvíz ülepítőig szalad, csak a karbantartók lélek jelenlétén múlik, hogy nem történik komolyabb baleset. 5. Egy tulipán törzsből származó fiatal lipicai a tóttanyasi bekötőút frissen mázolt postaládái láttán meghőköl, irányíthatatlanná válik, és hátsó lábaira ürít. 6. Munkaügetésben járatott holsteini hátán lovas a térképet nyit. A vízhatlan papír zörgése a 2 éves heréltet végkimerülésig tartó fejvesztett vágtába hajszolja. 7. A Mátai Ménes egyik csődőre, filmforgatás céljából a Hortobágyra szállított tevék prüszkölésétől megriadva áttöri a karámot, és 100 telekig fut, majd a Csécsi mocsárba vész. 8. Kikötéshez nem szokott Nónius, a szár feszülésétől megrémülve összeveri magát a lószállítóban, kötőfékét elszaggatja, száját felsérti, a pofájában felgyülemlő vért félrenyeli. 9. Fél éves almásderes Csikó mezei növények között legelészik a református egyház dobapusztai birtokán. Magasra nőtt gaz bugavirágzatát próbálja lerágni, mikor a növény a földből gyökerestől kifordul. A kis Csikót megijeszti a növény végén csüngő földlabdas, azonnal menekülőre fogja. Ijegységében összepréselődő fogai a kórót mind jobban szorítják, a szár végén tehetetlenül himbálódzó gumó látványa önkívületbe hajtja az állatot. Az álmokfutásnak akkor szakad vége, mikor a Csikó véletlenül a növényre hág, így a szájából földlabdástól kiszakad. 10. Társaival beszélgető istállós lány nevetésétől sárlás előtt álló 3 éves kanca ápolás közben nyugtalanná válik. 11. Budai várban használt fogatos csődör egy ablakokat szállító tehergépjármű mögé kerül, és a fék levegő kifúvásától az egyik nagy forgalmú kereszteződésben megriad. A furgon oldalsó állványára erősített ablaktáblákat patájával bezúzza. 12. 6 éves, többszörös győztes telivér a tulajdonosával készített dokumentumfilm forgatása közben trénere kezéből a kantárszárat kitépi, és messzire nyargal, mivel hogy kamera és operatőr fárt kocsi közelítő együttesét lopakodó vadként azonosítja. 13. Első csikóját ellő ideges ló szinte eszét veszti a csánkját érő placentától. A testéből kicsöngő mélepényt előbb testét ingatva a karám oldalhoz csapdossa, később rúgni és taposni kezdi, míg nem a labdába nem kötött csomag a szülőcsatornába szakad. 14. Egy a szomszéd kertjében sertepert élő automata fűnyírótól megrémült 16 éves kanca tehetetlen gondozói elől elszalad. 15. Kitűnő származású, 3,5 esztendős gidrán csikó a tenyészet vízaknáján térdeplő munkástól esik páni félelembe. Egyesek szerint a térdeplő, 4 kézlábra ereszkedő alakzat ijesztette meg, mások szerint a munkás kezes lábasának villogó prizma szegélye. 16. 12-szer ellett anyakanca egy szeles, esős délutánon az istálló patamosójában tartózkodik. A szél ördögszekeret görget járni még alig tudó csikója felé. A kanca az ördögszekére lébe siet, melső lábaival megtapossa, hátsó lábaival ráfarol, végül a legszélső boxba, egy elevennyébe ütött patkószektől megsántult ló almára rúgdalja azt. 17.
A Révleányvár határában lábát töri egy 8 éves hobbiló, amikor első ízben jár süppedős, mocsaras terepen. Fiatal lovasával együtt az erecske medrébe csúszik, és a vizenyőnek még az érintésétől is borzadva, az indás, sikamló sajnövényzetben mind jobban belegabajodva, őrjöngve rukkapál. A maga alá temetett kislány nyűszörgése csak fokozza ijedelmét. 18. 11 éves iskolaló megretten a falunap katonai sátrain topogó esőtől, a viaszos vásznakon csillagó víztől, a csörgő kenyeres zacskóktól, és egy esernyővel a kezében főzőcskéző ittas férfit a 60 literes vasüst betaszi. 19. Nyugalmáról híres Haflinger Csikó vakarózni kezd, kötőféke a karám rúd végébe akad, és ahogy mind nyugtalanabbul hányja veti magát, nyakcsigolya törést szenved, és perceken belül kimúlik. 20. Vaddisznó túráson megcsúszó mén magát és lovasát nem kímélve a műrepülő egyesület száraz és kemény talajú tisztására rúgtat. 21. Első napját töltő lovászlány a takarmány igénylő lap túloldalára írott magánlevelének ceruzanyomait karperecekkel és lánccal ékített jobbkezével hosszan, hevesen radírozza. Ékszereinek zörgésétől az istálóból kihajtott tenyészmén horkantgatni kezd, nyerítve felágaskodik, aztán mindaddig vágtázik a karámban, míg a lovászlány munkaideje véget nem ér. 22. Alagi tréningtelep idős lovászához kiérkező rohamkocsi némán villogó szirénájától megriadt arab telivér a mentőtisztet hátsó lábai rugdosásával sakban tartja, és a beteghez sietni mintegy 20 percen át nem engedi. 23. Válófélben lévő férfi szár kapcsolaton át megérzett feszültsége, egy máskülönben nyugodt természetű sötétpej kabardinit két kisebb megugrásra késztet. A nyugtalannak még sosem látott ló viselkedése megrémíti a férfit, aki az állatot immár feszültebb testtartásban, lélegzetét önkéntelenül visszatartva, túl szorosan fogott szárral kezdi lovagolni. A férfi bizonytalansága a lóban félelmet támaszt, a ló félelme a férfiban pánikot. A kisemmizéstől tartó helyzetet uralni képtelen férfit a kabardini több kilométeres vágta után a pilis egy néptelen szurdokvölgyében veti le magáról. 24. Negyedfű Csikó, hosszú hajú tulajdonosnője arra panaszkodik, hogy nyáron is lovagló sapkát kell hordania, haját a pántok alá szorítva, szoros fonatba vagy szopfba fogva viselnie, mert dús, szőke, lobogó hajától az állat megrémül, és sokszor már jártatás vagy fürdetés közben is kimondottan ideges. A hosszú haj ugyanakkor, amennyiben sötétebb árnyalatú, lovát ő szerinte nem ijeszti. 25. Második világháború idején Németországba menekített bábolnai mének, ismeretlen okból pánikba esett leszármazottai, a fali itatókat és az abrakolót szétdújják, műemléki védettség alá eső istálójukból az ajtót rugdalva kitörnek, végül hajnalig tartó önkívületükben a százszor szép óvoda közeli telkén körbe-körbe vágtázva habosra futják magukat. Köszönjük szépen! Nem a vége. Szóval a kérdésemre emlékszel, az volt, hogy még egy kérdést hozzáteszek, hogy nehezebb legyen válaszolni. Ezt szomorúnak írtad, mert én nagyon sokat nevettem ezen a szövegen, és borzasztóan szégyellem magam, mert többször elolvastam, és mindannyiszor, sőt egyre viccesebbnek találom, na mindegy, de közben persze vannak benne nagyon szomorú dolgok is, amik történnek, de hogy tényleg, tehát hogy született ez a szöveg, és hogy te is érzed ezt a másságot, amit én érzek? Hát az nem tud vidám lenni, hát ugye mindenek felett álló félelemnek ez a ilyen antológiája, de közben meg nyilván, most félretéve az, hogy persze olvasva az ember a saját szövegét is eldönti, tehát hogy azokat a csendeket is
és meghatározatlanságokat, amik általában egy szöveget éltetnek, és magát az olvasást teszik elevenni, hogy nincs minden megcímkézve előjelekkel, és hogy van egy ilyen neutralitása akár egy szövegnek, azt felolvasván, az módosul, és nem tudom olyan semlegesen olvasni, nem szabad olvasni, felolvasni olvasásra szánt műveket, mert te az olvasásnak ezt a képességét elvesszük, szóval mindenképpen van valami pici interpretáció, és ilyenkor viccesebbnek tűnik, holott ha elvileg, ha minden jól működik, olvasván ugyanezt, valahogy elvileg egyensúlyosabb ez a dolog, szóval, de hogy persze, hogy ebben van azért humor, vagy nem gondoltam, hogy nincs, csak ezen a fura módon, hogy alapvetően az egész meg tragikus. Ahogy áll, aki, szóval itt nagyon sokat kellett lopni, mert igazából az volt a döbbenetes, hogy van egy honlap, ahol ilyen eseteket egy lovas ember felsorol. Uh-huh. És döbbenetes. Persze hozzáírtam meg, hát nem más nyelvi formái vannak, de hogy maguk a dolgok, tehát hogy nem is tudom, az például, hogy a térkép zizegés, meg ez a hosszú szőke haj, hogy engem akkor ez lenyűgözött, amikor erre rátaláltam, hogy általában is így megüt az állatoknak ez a félelemre való képessége, uh-huh. és ez a rettegés, hogy mindenre vigyázni kell, és ez a... De az, hogy még ez így listázva is legyen, az egy nagyon érdekes volt. Szóval ez például innen jött. És akkor ez írás technikailag mondjuk úgy nézett ki, hogy rátaláltál egy ilyen mondatra, és akkor elkezdted szándékosan keresni, vagy, és megtaláltad szerencsésen ennek a figurának a felsorolós honlapját, vagy? Ja, nem magát a honlap, tehát az volt a pillanat, hogy az nagyon megtetszett, hogy valamilyen formájút kellene írni. És persze, hogy mondom, egy csomó esetet elloptam, de aztán utána el kellett kezdeni utána nézni, hogy milyen lovak vannak, tudom én, ezek a jó szavak, hogy szárkapcsolat, szóval, hogy ezek nagyon jók. Ez azzal függ össze egyébként, hogy ez a bizonyos a nyelv, mint a szép próza nyelve, mint idegen nyelv, tehát amit a régi magyar nyelvvel kapcsolatban éreztem, korábban, hogy tulajdonképpen a szakszövegekhez is hasonló viszony fűz. Ott is van valami ilyen befogadó élményem. Plusz ott még azzal is megspékelve, hogy ott az objektivitásnak is van egy ilyen látszata, vagy igazi megjelenése. De az is. Szóval én szeretem ezeket a szavakat, mert ezt ugyanezt a hatást reményeim szerint kiváltják, hogy van valami félig értett, ilyen idegen nyelv élmény, uh-huh. amit magukkal hoznak. Vagy valamit kérdeztenek, nem szerintem meg. Ez így teljesen rendben van, és ehhez kapcsolva én lassan az utolsó kérdést föltenném, mert ilyenkor aztán a közönségnek is ugye megadjuk a lehetőséget, hogy kérdezzenek. Egyáltalán neved magadra majd, ha nem kérdeznek, mert nem kérdeznek mindig. Hogy nemrég meg is jelent ugye már pár kritika az új kötetről, és igaziból először az jutott eszembe, hogy tegnap valaki azt mondta a szövegeidről, hogy zseniálisnak tartottam, mint jelző, hogy ezek mekkora punk szövegek. Tehát, hogy ez egy bók, és szerintem nagyon jól fejezi ki, amit néha én is érzek, de tehát ez a kritikus kicsit másképp fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy ebben a kötetben sokkal inkább dominál az abszurd és keserű
humor, mint eddig. Na most jó, én azért találtam egy szövegrészt még a Kinderszenen oltásból például, ami nekem azt mutatja, hogy ez régen is abszolút dominált, sőt, alapvetően a szövegeinek az egyik, ezt fel is olvasom, azt kívánom, hogy madárcsőr verjen léket a koponyámba, és szipolyozza ki belőlem Drejo úr szójátékait, tehát nem tudom, hogy éreztétek-e, amikor szójátékok vannak, és szeretnétek, hogy ez azonnal megszűne körülöttetek, mert például ilyesmi, de hogy tényleg ez a fekete humor abszurditás, hogy azért közben meg én is éreztem azt, hogy sokkal többször volt ez a furcsa balansz is, ami ebben a szövegben megjelenik, hogy egyszerre valami félelmetes, tragikus és kínomban nevetek, és így tovább a félelem, tehát hogy van-e valami, ami átszivárog akár a mai magyar, vagy társadalomból, problémákból, vagy egyebekből, vagy egyszerűen csak ez a megszokott hang, és mondjuk... Vagy te is érzed, hogy változott valami, mint mondjuk ennek a kritikának az irónia? Hát nem hiszem, hogy ilyen rövid távú az a feleződési idő ennyire gyors lenne, hogy már hogy a jelen időknek a viszonyai ilyen gyorsan átmennének. Meg az abszurdban igazából az a jó, hogyha a dolgok igazi alakjaként, tehát nem valamihez képzel, nem kifacsarás, hanem úgy tud feltűnni, mintha az úgy lenne, vagy... Jó, ez nem teljesen igaz, bennem nem az van, hogy vegyünk valamit, és akkor azt így csavarjuk ki, hanem ez az írásnak a kevésbé tudatos része. Azt hiszem, hogy kénytelen vagyok úgy látni. És a köré írom a... Tehát, akkor magyarul ez nem azért van, mert most ilyen rosszul állunk, és nem tudom, most ilyen világ van, akkor láttassuk valahogy. De tényleg, de ráadásul én ehhez túl lassú vagyok, és szerintem általában az írók ehhez lassúak. Valószínűleg az írásnak ez a gyúanyaga, nem tudom, az egy régebben, mélyebben fekvő dolog, és nem, hát ez nem újságírás, szóval, hogy ilyen értelemben sem, még csak nem is szociográfia, tehát hogy nem, én ezt a képességét általában nem látom a prózának. Aztán lehet, hogy persze más módon, a reménytelenség így valahogy de nem magában a szövegben, hanem az egészhez való viszonyomban, abban könnyen lehet, hogy valahogy átszivárok. Szóval én sajnos például mostanában inkább el vagyok bizonytalanodva, de ez valószínűleg nem is annyira lokális, nem Magyarországról szól, hanem hogy ez az, ami van, meg hogy az irodalom, meg úgy általában a művészetek valami olyan határmesdjén mozognak, amiben a tudás, a hit, a képzelet, ezeknek a valamilyen furcsa összjátéka, együttese, és azoknak a belső találkozási pontjai valami zajlik, azzal tud foglalkozni, azt hiszem, az irodalom is, hogyha ez változóban van, vagy mi magunk se tudjuk, hogy ezek közül valamelyik nek a határai meddig tartanak, akkor lehet, hogy van egy ilyen elbizonytalanodás, és ez nem reménytelenség, hanem tényleg csak nem tudom, hogyha nem tudjuk, hogy mi az, hogy hír, nem tudjuk, hogy mi az, hogy tény, vagy nem. De most ez nem a magyar viszonyhoz, mondom, szerintem ez egy szélesebb, vagy nem tudjuk, hogy... Vagy pszichológiai ismereteink változnak, vagy hogy ilyesmit is mondjak, akkor lehet, hogy másképp írunk valahogy, vagy... Nem tudom, de bennem van most így, egy 5 kötet után egy nagy bizonytalanság, hogy ez mire való-e, most éppen valamire. Úgyhogy
Ez így egy jó végszó. Szerintem ez egy csodálatos végszó, nem? Tehát ezzel úgy megadjuk a... Írjunk. Mindannyian írjatok, fiatalok. És kevésbé fiatalok. Nagyon izgalmas volt, köszönöm szépen.